Üdvözlet mindenkinek! Igazi nyári modelldömping van. Az uborka szezon idén későbbre tolódott, legalábbis a modellvasút terén. A Rokó Retro Szergeje után most a mai videóban a Piko MÁV M62 072-es pályaszámú Szergejének negyedik korszakos átmeneti festésű H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Mivel volt már részletes Piko Szergej bemutató, most csak a különbségekre fókuszálok majd. A Piko egyik idei mávos újdonsága volt, ez a most megjelent mozdony, nézzük is meg közelebbről a gépet. A modell érdekessége, hogy nem csak szimpla átfestést kaptunk, hanem egy forma variánst. A 072-es pályaszámú Szergej egy hangtompító nélküli, háromosztásos hűtőzsalúval rendelkező, díszléces gép, ilyen kombináció még eddig nem volt kiadva a Piko által. Ami ezen felül még örömteli, hogy ennél a modellnél helyesek oldaltak és szellőző rácsok, amiken az eredetinek megfelelően vízszintes arácsozás, illetve az ablaktörlő lapátok is helyesen kerültek fel a szélvédőre. A tető a hangtompító nélküli mozdonyéval megegyező kialakítású, ezeken felül pedig maga a mozdony formailag egyéb iránt megegyezik a már megjelent korábbi szergelyekkel. A gép festése is jól sikerült, az átmeneti színterbe öltöztetett modell nagyon jól visszaadja az eredeti gép festési mintáját és színeit. Az interneten pont fellelhető egy 1980-ban készült kép a 072-es mozdonyról pontosan ebben az állapotban, az alapján úgy gondolom jó munkát végzett a gyártó, mind a színek, mind pedig a feliratok tekintetében. Beltartalmilag nem történt változtatás most, a korábbi szergeiknél látott megoldásokat találjuk a mozdonyban. Irányfüggő világítás, kapcsolható zárfények, vezetőfülke világítás, tolatófény, és géptérvilágítás van benne is. A mozdony egy igazi negyedik korszakos igásló. Szinte bármilyen korszakbeli teher és személyvonat élén bevethető gépet kapunk a Pikótól. És most nézzük meg a terepasztalon a mozdonyt egy tehervonat élén. A bemutatott modell nem saját tulajdonú jármű, a videó készítéséig kaptam kölcsönbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!